boltban, üzletben tartózkodás során is, ezeket is be kell tartani, tehát a délelőtti órákban adjunk teret az idősebb korosztálynak a bevásárlás szempontjából, ugye 9, illetve dél között, ebben a 3 órás időintervallumban a 65 év felettiek tartózkodhatnak az üzletekben, és ugye a délutáni órákban pedig ugye az ettől fiatalabb korosztály. Erre is figyeljünk. Ezek az elkülönítések, ezek a szabályozások, ezek is mind értünk vannak azért, hogy próbáljuk ugye kerülni az olyan helyzeteket, ahol a fiatal, illetve az idős találkozik, mert ugye ez is egy fontos szempontja annak, hogy a lehető legkevesebb számban legyenek beteg emberek, vagy megbetegedettek. Na már most, itt van egy nagyon fontos információ, amelyet ugye a kormány határozott meg, a kormány szabott ki a magyar népességre vonatkozóan. Kijárási korlátozás lép életbe, ami ugye március 28-ától életbe is lépett. Tehát március 28-tól egészen április 11-ig érvényes ez a korlátozás. Na de miről szólnak ezek a korlátozások? Az egyik, hogy a lakóhelyet csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni. A következő. Az élelmiszerboltok, patikák, piacok és drogériák látogathatók lesznek, de ugye fontos, ami majd ezután jön. Nyilvános helyeken 1,5 méteres távolságot kell tartani. Kérem szépen, ezt komolyan vegyük, jó? Tehát ne menjünk a másik nyakára, lehetőség szerint legyen azért meg az a 1,5 méter minimum. Minimum, mert ugye tudjuk, hogy cseppfertőződéssel terjed ez a vírus, és hát hogyha minél távolabb kerülünk egymástól értelemszerűen, annál nagyobb az esélye annak, hogy elkerüljük azt, hogy átadjuk, vagy ugye igen, hogy átadjuk a más embertársunknak a betegséget. Az idősebb emberek csak 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszerüzleteket, gyógyszertárakat és piacokat. Tehát ez időtájban a fiatalokat nem engedhetik be, csak az idősebb 65 év feletti korosztályt. És az időseket is szeretnénk megkérni, hogy legyenek kedvesek ez időintervallumban elintézni a bevásárlást. Tehát ebben az időszakban mások ezeket a helyeket nem látogathatják. Összességében erről szól a korlátozás főbb pontjai, vagy ezek az elemei. És még egyszer mondom, ez azért van, hogy vigyázzunk egymásra, magunkra, a környezetünkre. Odafigyeljünk mindenre, amire csak lehet. Mindenre, amire csak lehet. Az egészségünkre, a biztonságra, a higiéniára, amit csak tudunk, azt igenis tartsunk be, és figyeljünk oda. Figyeljünk oda, mert akkor itt sokkal hamarabb vége lehet ennek az egésznek, mint hogyha ugye ezt elbagatelizáljuk, és nem vesszük komolyan. Akkor sokkal tovább elhúzódhat, és hát sokkal mélyebb pontjai lehetnek ennek a dolognak. Úgyhogy ezt nem szabad hagyni. Tehát még egyszer mondom, hogy az alapos kézfertőtlenítés, ugye ez nagyon-nagyon fontos, az immunrendszer támogatása, ezzel kapcsolatban is nem véletlen hozunk el önöknek mostanság többféle multivitamin étrend kiegészítőt, mert ugye ezzel is szeretnénk önöket támogatni, hogy az immunrendszert erősítsük. Mert ugye azért fontos az, hogy változatosan vitaminban gazdagon táplálkozzunk, de ugye annyiféle vitamint azért mégiscsem tudunk természetes úton bevinni, ezért kell az étrend kiegészítőket alkalmazni még az egészséges életmód mellé, hogy ugye azért feltöltsük a raktárakat megfelelő mennyiségű vitaminnal, ásványanyaggal, tehát ilyenkor érdemes ugye multivitamint étrend kiegészítőket szedni, többet levegőn, friss levegőn lenni, sétálni, de persze nem tömegbe, tehát kerüljük a tömeget, a nagyobb tömegeket, tehát mindenképpen érdemes a friss levegőn mozogni, sportolni, akár csak sétálni, gyermekekkel együtt is, de lehetőleg azért ezt szűk családi körben tegyük, és hát ugye a kézfertőtlenítés, a higiéniára is nagy gonddal ügyeljünk.
Ugye a helyes kézfertőtlenítés lépéseit szedtük most itt önöknek össze, pontosabban a WHO protokollja alapján szeretnénk bemutatni azt, hogy a helyes kézfertőtlenítésnek milyen lépései vannak. Na most ugye nem mindegy, ugye, hogy mosunk kezet. Nagyon fontos az, hogy ne gyorsan, itt pár másodperc alatt, hanem alaposan, szépen ugye lehetőség szerint meleg vízzel mosunk kezet, és használjunk szappan mindenképpen. És ugye felhívták a figyelmet arra is, hogy az ujjak közé is nyúljunk be, illetve a körmök alá is, valamint ne csak az új végeken, vagy az ujjak mentén mossuk meg a kezünket, hanem a tenyerünket, a kézfejünket is. Egészen ugye a csuklóig vigyük fel a szappant, a vizet is, és dolgozzuk el, tehát jó alapos és hosszas kézmosást kell alkalmazni ezekben a napokban, és a lehető leggyakrabban. Különösen akkor, hogyha tudja, hogy olyan helyen fordult meg boltban, vagy olyan dolgot érintett meg, ami esetleg veszélyes, akkor mindenképpen mosson kezet utána, és addig ne nyúljon az arcához. Ez fontos, hogy ne nyúljon a szájához, szeméhez, a orrához, semmihez, mert ugye így beviheti a baktériumokat, a vírusokat. Ezt nem szabad, nem szabad. Tehát figyeljenek erre is oda, ugye lehetőség szerint érdemes a szájmaszkot, illetve a kesztyűt is használni. Ezek is jó segítséget nyújthatnak a megelőzés szempontjából. Na már most, térjünk vissza az ajánlatra. Mert ugye azért mégiscsak arról van szó, hogy elhoztunk önöknek egy hatékony kéztisztító gélt. Szeretném akkor elmondani, hogy miről szól a mi ajánlatunk. Tehát, látnak itt három kéztisztító gélt, ami egyébként nagyon praktikus, mert ugye ilyen pumpás kiszerelés, tehát ezt el lehet akár tenni, le lehet helyezni a konyhapultra, vagy a fürdőszobába, a hálóba, mert bárhova, ugye, és akkor így lehet a pumpával adagolni. Három darab van belőle, lehet akár három helységbe egyet-egyet, vagy egyet önmagánál tart a táskájában, hát ezt eldöntik majd otthon, hogy hogyan szeretnék. A lényeg az, hogy praktikus és nagy kiszerelés. Ugye a mennyisége 300 ml. Na most ebből küldünk három darabot, ugye az összesen 900 ml. Na de, hogy megelőzzük a készlethiányt, ezért arra jutottunk, hogy inkább kevesebbet hozunk, de gyakrabban. Tehát mindenkinek szeretnénk egyenlő esélyt biztosítani arra, hogy kéztisztító gélt vásároljon tőlünk itt az Ékszertévén, ezért most csak 100 darabot tudtunk hozni. Tehát egyenlően szeretnénk nagyjából elosztani adásokra a kéztisztító gélt, úgyhogy most tehát összesen kereken 100 darab érkezett. 100 darabot tudunk felajánlani a mai műsorba. Megint csak el kell mondanom, és ezt önök is tudhatják, önök is szembesülhettek a ténnyel, hogy európai hiányról beszélünk, hogyha kész fertőtlenítő gélekre gondolunk. Mert ugye bárhol megfordulunk, én magam is nagyon sokat kerestem az elmúlt napokban, hetekben, és bárhol megfordultam boltban, drogériában, gyógyszertárban, egyszerűen sehol nem kaptam kézfertőtlenítő gélt, úgyhogy ez mit sem bizonyít, mint hogy valóban hiányzik. És ezt önök is egyébként alátámasztották, nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy keresnek a boltokban, és nem találnak, és esetleg nem tudnánk-e mi hozni önöknek, mi szerezni valahogy, valami úton. Hát higgyék el, hogy itt kollégák, mindenki vezetőségtől kezdve, mindenki azon dolgozott, hogy a kapcsolatainkat úgy mozgósítsuk, hogy mindenképpen egyéb más termékek, különösen ugye az ékszerek mellett kéztisztító gélt is tudjunk hozni. Hát most kicsit ugye háttérbe szorul a fő profilunk, az ékszer, mert hogy reagálni kell a jelenlegi helyzetre. Korábban is hangsúlyoztuk az egészség fontosságát. És most miért ne tennénk így, ugye? Adódik a kérdés. Hát most hatványozottan fontos, hogy ezzel foglalkozzunk. Ezt azért remélem önök is így gondolják, hogy ebben a helyzetben most aztán tényleg nem hanyagolhatjuk el az egészség kérdését.